És ahogy már korábban említettem, mi is vezethet egy merénylőt arra, hogy megöljön egy amerikai elnököt, vagy bármilyen országnak a vezetőjét? Itt van már velem Háner Péter, a Rubikon Intézetnek a főigazgatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjük talán a beszélgetést azzal, hogy ezek a merénylők, akik a történelem során fegyvert ragadtak, és gyakorlatilag meg akarták ölni az egyes aktuális elnököt, mi vezette őket? Beszélgettünk pszichológiai és mentális állapotról, nem minden esetben mondtuk azt, hogy feltétlenül pszichológiai problémákkal küzdött az adott merénylő, beszéltünk arról, hogy magányosak voltak, vagy szervezetten történt ez. Tekintsük át egy picit így a történelmet. A túlnyomó többségük magányos, pszichológiai problémákkal küzdő személyiség volt, aki nem tudott beilleszkedni a társadalomba, és azt mondanám, hogy értelmetlen életüknek egy ilyen merénylettel akartak valamilyen értelmet és célt adni. Hogy végignéztem a merénylőket, összesen kettő mögött állt valamilyen szervezet. 1950-ben Truman elnököt próbálták meggyilkolni a Puerto Rico-i felszabadítási fontnak a harcosai ketten, és hát a másik a 2001-es szeptember 14-i merénylet, a többi mind-mind magányos elkövető volt. Nagyon sok elnök belehalt ebbe a merényletbe, és voltak, akik szerencsések voltak és túlélték. John Fitzgerald Kennedy-nél ön egy nagyon érdekes történetet mesélt el, amit egyébként nem is tudtam, hogy min is múlt az, hogy ő tulajdonképpen mégiscsak a fejét érte a második találat. A minden vizsgálat oda lyukadt ki, hogy három lövés dördült el a Dealey plázán, az elsőt egy faág eltérítette, számítógépes animációval bebizonyították később. A második lövés az az elnöknek a nyakán és mellkasán ment keresztül. Azért nem dőlt el, mert fűzőt viselt. Rengeteg betegséggel küzdött John Fitzgerald Kennedy, aki a fiatalság és egészségnek a megtestesítője volt a látszatok szerint. Rengeteg betegsége volt, ezért kellett fűzőt viselnie, magas talpú cipőt és így tovább, ezért nem dőlt el, mint Connelly, Texas kormányzója, aki előtte ült és rajta is átment a golyó, de akkor természetesen félre dőlt, és a következő golyó pedig már a fejét találta el. Tehát nem is lőtt olyan nagyon jól, Oswald. Első lövés mellé ment, a második nyilván fejjel célzott, második a vállon és nyakon ment keresztül, harmadik találta el pontosan a fejét. Volt egy olyan eset, amikor az elnök beszédének a papírjai fogták fel a lövést. Igen, Theodore Roosevelt, ő már elnöksége után, 8 év elnökség után úgy döntött 1912-ben, hogy még harmadszor is indul az elnök választáson. Jávorszarvas Bika kampánynak nevezte a választási hadjáratát, és mikor beszédet akart tartani, akkor közvetlen közelből rálőtt egy merénylő, és a fém szemüveg tokja föltartóztatta a golyót, majd a beszédének a papírlapjain keresztül ment, és a mellkasába behatolva a szíve előtt állt meg. Ő néhányat köhintett, megvizsgálta, hogy nem köpevélt, majd nem megakadályozta, hogy meglincseljék a merénylőt, elment a választási gyűlése, ahol megkérte a hallgatóságot, hogy kicsit legyenek elnézőbbek vele, mert egy golyó van a mellkasába, de ez még nem ok arra, hogy egy jávorszarvas bika lemondjon a választásról. Két órán át beszélt, és csak eztán hagyta, hogy elvigyék a kórházba. A golyót élete végéig a szíve mellett őrizte. Ez az eset egyébként egy picit, mint hogyha emlékeztetne engem a Donald Trump-féle ugye merénylet kísérlet ellen, ahol Donald Trump annak ellenére, hogy egy ilyen sok és nyilvánvalóan egy ilyen helyzetbe találta magát egyik pillanatról a másikra, mert volt lélekereje, felemelte az öklét, összeszorította, és azt mondta, hogy így haladjunk tovább, és akkor is előre megy, és tulajdonképpen dühöt lehetett látni a szemében. Beszéljünk a merénylőkről. Tehát abban az esetben, amikor egy merénylő eltéveszti vagy elvéti a lövést, minek köszönhető ez? Ez egy, nem akarok pszichológiai témára terelni ezt az egészet, de köszönhető mondjuk ez egy nagyon felfokozott izgalmi állapotnak, hiszen egy merénylő erre nagyon sokáig készül egy ilyen merényletre, vagy egyszerűen itt a körülményeknek a megváltozása, a hirtelen megváltozása is okozhat egy ilyen hibát. Tized másodperceken múlhatnak a dolgok, amikor Gerald Ford ellen két héten belül kétszer kísérletek meg merényletet, akkor egyszerűen a második merénylőnek félrelökték a kezét. Az első merénylőnek félrelökték a kezét, a másodiknak nem sült el a fegyvere. A legelső merénylő 1835-ben egy Richard Lawrence nevű elmebeteg szobafestő Andrew Jackson elnök ellen kísérelt meg merényletet, ez volt a legelső ilyen akció. Ő rosszul töltötte meg a fegyverét, és hatalmasat csattant a gyutas, de nem lobbant be a lőpor a csőben, és ezért nem szállt ki a golyó a csőből. Teljesen véletlenszerű dolgokon múlhatnak ezek. Az ön cikkében, a Rubikon cikkében úgy kezdődik gyakorlatilag a cikk, hogy
Milyen esetben készülhet egy merénylő arra, hogy megöljön egy elnököt, abban az esetben, hogyha ezzel a tettel ő egy változást tud elérni? Azoknál az elnököknél, akik túlélték a merényletet, volt valamilyen változás az ő meglátásukban, politikájukban, esetleg viselkedésükben? Azt mondanám, hogy még azoknál sem volt változás, akik nem élték túl a merényletet. Egyesült Államokban egyszerűen nem érdemes megölni az elnököt. Ha megölik, akkor az alelnök lép a helyére, ugyanabból a pártból, ugyanazt a programot folytatja. Sőt, az is megesik, hogy sokkal határozottabban folytatja azt a programot, amit a merénylő meg akart akadályozni. Lincoln elnök utóda Johnson sokkal keményebben ment a déli államokkal, Lincoln lett volna a nagy lelkű, tehát inkább álltott az ügynek a gyilkosság. Ugyanígy Lyndon Baines Johnson, Kennedy alelnöke sokkal határozottabban volt képes bevezetni a társadalmi és szociális reformokat Kennedy halála után, azzal a szöveggel, hogy hajtsuk végre a halott elnök akaratát. Ronald Reagan népszerűségét nagyon megnövelte az, hogy Hinckley rálőtt 1981-ben, el tudta fogadtatni a különböző programjait, inkább csak nő a népszerűségük. Henner Péternek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.